aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Barta Zsolt plébános áldotta meg a bukovinai székelyek Szekszárdi Egyesületének új székely kapuját. Az építmény nagyrészt közösségi finanszírozásból valósult meg. Akkor elindult a szervezés, el kell, hogy mondjam büszkén, hogy néhány vállalkozó, többségében állampolgárok, szekszárdi lakosok, vagy a környékbeli lakosok, és a tagjaink nagy része hozzájárult, támogatta ezt a létesítményt, és ezért nagy örömünkre van, hogy ezt így megépíthettük. És mint ahogy beszédemben is mondtam, talán az első székelykapu, és én szerintem ez nekem a legszebb. A székelykaput Ferenc István készítette. Az AB az oszlopok, akkor a főső a gerenda, a könyökpák. Most éppen kivételesen nem teli könyököt csináltam, hanem ilyen betétes, amiben a nap hold szimbólumot kérték. És akkor van a talján a párkány úgynevezett kerékvető. Ha régen a szekére neki mentek, akkor az védte elvileg, de azt is tízesen sokan megvan, hogy az egy rozettából kell induljon. Mindig és mindig az oszlopra igen lábzáró minta kell, az indasorok. A székelykapuban megnyilvánul a hit, a szeretet és minden, ami ehhez kötődik, fogalmazott László Eszter, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke. És a kapu állításakor nagyon fontos, hogy megjelenik magának a fafaragónak a személyisége is. Minden kapu elméletileg egyforma, de gyakorlatban nincs két egyforma székelykapu. A fafaragó megjeleníti benne a saját gondolatait, az ottani érzelemvilágát, gondolatait, beszél azzal a családdal, aki ezt állítatja, annak megfelelően építi fel a kaput, és ugyanakkor megjelenik maga a megrendelőnek a személyisége is. Igaziból, aki nem ismeri a székelykapukat, az általában egyformának gondolja, de valóságban nincs két egyforma kapu, és mindegyik másképp mond, másképp beszél ugyanarról a dologról. Az eseményen köszöntőt mondott Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. 1945 óta próbáljuk megőrizni azokat az értékeket, azokat a hagyományokat, szokásokat, ami ezt a népcsoportot jellemezte mégként Bukovinában, ami népszokásokat, minden egyebet megőriztek a számüzetésben a mi nagyszüleink, dédszüleink, és ezt már itt egy magyar világban próbálják tovább folytatni. Az ünnepélyes avatást kulturális műsorok is színesítették.